Fellángoltak az örtüzek több Tolna vármegyei településen vasárnap, a székely szuverenitás napján. Zsíros kenyérrel és forró teával várták a résztvevőket Tevelen szombaton. A tűzgyújtást rövid műsor követte, majd az egybegyűltek estig beszélgethettek a lángok melegében. A Székely Nemzeti Tanács 2015-ben döntött arról, hogy október utolsó vasárnapja legyen a Székely Autonómia napja. Magyarország kiáll a határon túli magyarság mellett, erre kötelez bennünket az alaptörvény is, amely úgy fogalmaz, hogy Magyarország, a magyar kormány felelősséget visel határon túli magyarság mellett. A székely autonómia nagyon fontos, mert ez az autonómia szükséges ahhoz, hogy majd a következő évtizedekben a székelység minden jogot megkapjon, és határok megváltoztatása nélkül gyakorlatilag önrendelkezni tudjon. A teveli örtűzgyújtáson többek között Madéfalva polgármestere is részt vett, és elmondta, miért is lényeges, hogy foglalkozzunk a székely autonómiával egy örtűzgyújtással. Valójában ezek ilyen szimbólumok egy olyan belső igényre, egy olyan válasz, egy szimbolikus jelzés a mindenkori hatalom felé, hogy mi egy békés nemzet vagyunk, aki egy békés, mondhatni dolgozó nemzet vagyunk, aki végezzük minden nap a dolgainkat, és csak egy dologra vágyunk, amire szerintem minden népcsoport, minden ember, hogy legyen meg az alapvető szabadságunk. Vasárnap többek között Bonyhád-Majoson és Nagymányokon is örtüzekkel ünnepelték az autonómia napját a székelyek.